A jövő évben véget ér az Európai Unió támogatási rendszerének 7 éves ciklusa az agrárgazdaságban, ami azt jelenti, a jövőben új szisztéma szerint juthatnak a gazdák a termeléshez és fejlesztésekhez szükséges forrásokhoz. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerda délután Balkányban tartott fórumot a változás részleteiről, ahol Rácz Imre megyei elnök arról beszélt, az EU legfőbb törekvése, hogy a hagyományos termelést az ökogazdálkodás váltsa fel a jövőben. Konkrétumot nagyon nem, de az irányt azt látjuk, hogy azokért a támogatásokért, ami eddig alapjogokon vártok, azokért azokat feltételhez fogják kötni, és ezek a feltételek olyan feltételek lesznek, ami a közjót szolgálhatják. Vegyszermentes termelések, kevés műtrágyát használva, szóval azokat fogják támogatással jutalmazni, aki környezetbarát módon próbál élelmiszert előállítani. A tanácskozáson elhangzott, a magyar mezőgazdaság átalakításához komoly infrastruktúrális fejlesztés és szakemberképzés szükséges. Az azonban egyelőre nem látható tisztán, hogy az új rendszer támogatási összege erre elegendő lesz-e. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara célja, hogy felvilágosítsák a gazdákat arról, a jövőben hogyan használják fel leghatékonyabban a forrásokat. Nagyon fontos, hogy az a korrekt információ az rendelkezésre álljon a gazdálkodóknak, hogy amikor ők meghozzák a különböző termelési döntéseket, akkor tudják, hogy ez mit jelent a jövőbe. Ettől ők több, kevesebb pénzre számíthatnak, esetleg ugyanarra a pénzre. Ezért fontos az, hogy bár még nem véglegesek a rendeletek, de már most is próbáljuk meg azokat az irányokat velük megértetni, hogy az ő életük, szabályozási környezetük az hogy fog átalakulni 2021 után. A Magos elnöke a konferencián úgy fogalmazott, nem elfogadható az, hogy szigorúbb környezetvédelmi előírásokért kevesebb forrás biztosítanának. Éppen ezért a gazdák érdekvédelmi szervezetei Európa szerte nyomást gyakorolnak az Európai Bizottságra. Formálódik a közös agrárpolitika, formálódnak a támogatások. Azt látjuk, hogy a piacokon még nagyon sokat kell dolgozni, hisz versenytársaink nagyon intenzíven dolgoznak és fejlődnek. Én azt hiszem, hogy most az európai gazdatársadalom együtt van, látják a veszélyt, érzik a veszélyt, ezt látjuk Berlinben, Párizsban és Hollandiában is a gazdák részéről a megmozdulásaikat. Mi ezt a harcot régen megvívtuk, gondolom, hogy együttesen talán erősebbek leszünk. Jakab István úgy ítélte meg az időjárás és a piaci körülmények kedvezőtlen hatásának dacára. A magyar mezőgazdaság átlagos évet zárt 2019-ben. Hozzátette ugyanakkor azt is, az agráriumban továbbra is sok kihasználatlan lehetőség rejlik, így a jövőben elengedhetetlen a tudomány és a legújabb technológia segítségül hívása.